1900-ban a képeken látható fejlesztésekkel képzelték el a 2000-es éveket. A repülőautó és a távoktatáshoz hasonlatos fejhallgatós tanítási módszer már akkoriban is bizonyos mértékű technológiai fejlődés előszelét jelentette a későbbiekre nézve. Napjainkban a mesterséges intelligencia és ennek felhasználása egyre több területen jelenik meg. Ez alól az oktatás sem képez kivételt, éppen ezért tartottak a mesterséges intelligenciáról és annak oktatást támogató lehetőségeiről előadásokat a Kodály Zoltán Általános Iskola gimnázium és amiban szerda délután. Nagyon fontos célja van ennek a mai délutánnak, ez tulajdonképpen egy fórumot teremt arra a szülők, a pedagógusok és a szakemberek között, hogy konzultáljanak arról, hogy a modern technológiákat hogyan tudjuk az oktatásban hasznunkra fordítani, és a legmodernebb technológiákat, mert sokszor sem a szülők, esetleg sem a pedagógusok, a diákok meg végképp nincsenek tisztában azzal, hogy mik az előnyei, felhasználhatósági lehetőségei, illetve a hátrányai és a fenyegetettségek, amik járnak az új technológiákkal. Arról, hogy milyen módon lehet beépíteni a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket az oktatásba, Rab Árpád digitális kultúra szakértő, jövőkutató beszélt a jelenlévőknek. A szoftverek türelmesek, 10000-szer megcsinálja ugyanazt a matek feladatot egy diákkal, amire nem biztos, hogy egy tanárnak van ideje. Tudunk személyre szabottan oktatni, tehát látom azt, hogy egy osztályon belül ki hol tart, és nem kell választanom a jók vagy a gyengébbek között. Tudok olyan eszközöket adni, amitől színesebb, izgalmasabb lesz az oktatás, de szerintem leginkább, amiért fontos bevonni, az az, hogy ők fognak használni mesterséges intelligenciát. Majzik Tamás és Molnárné László Andrea előadása, egy bemutató és workshop is volt egyben, az EMI, vagyis a mesterséges intelligencia tanítás-tanulási folyamatba illeszthető lehetőségeiről. A Kodály Iskola kutatótanárának közreműködésével egyébként a Fehérvár Televízióban már elindult egy műsor, Mi és az EMI címmel, amely szintén a mesterséges intelligencia témakörét feszegeti. Erről fog szólni, hogy mi is a mesterséges intelligencia, mik a veszélyei, mire kell felkészíteni a gyerekeket, hogy fog a munkaerőpiacra hatni, és hogy az oktatásban, hogyha véletlen bekerül, akkor, mert valamelyik tanár mondjuk behozza, akkor a szülők ne féljenek tőle, hanem fogadják el, örüljenek neki, illetve ha nem kerül be, akkor meg támogassák az iskolákat abban, hogy minél előbb kerüljön be. A Mi és az EMI című műsor csütörtökönként 18:30-től látható a Fehérvár Televízióban.